A gázai háborúról tudósító palesztin újságírók kapták idén az UNESCO kitüntetését a sajtószabadság világnapja alkalmából. A hadi tudósítók munkája különösen veszélyes, de az ENSZ főtitkára felhívta a figyelmet arra is, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó újságíróknak 70%-a tapasztalt már fenyegetést vagy bántalmazást az elmúlt 15 évben. A médiaszabadság ostrom alatt áll, a környezetvédelmi újságírás pedig egyre veszélyesebb szakma. Az illegális bányászatról, fakitermelésről, orvvadászatról és más környezetvédelmi kérdésekről tudósító újságírók tucatjait ölték meg az elmúlt évtizedekben. Az esetek túlnyomó többségében senkit sem vontak felelősségre, mondta António Guterres. Világszerte nőtt az újságírásra nehezedő politikai nyomás. A sajtószabadság csak az országok egynegyedében megfelelő vagy jól működő, áll a Riporterek határok nélkül legfrissebb felmérésében. Magyarország a problémásnak nevezett kategóriában az európai rangsor végén szerepel, rosszabb pontszámmal, mint például Románia vagy Bulgária, de több afrikai ország is megelőzi, például Mauritánia, Gabon és Elefántcsontpart.